Sziasztok! Üdvözlök benneteket ismét a csatornámon! Több nézői kérdés is érkezett a Canvában használatos gyorsbillentyűkkel kapcsolatban, úgyhogy most erről szeretnék egy rövidke videót készíteni, összekapcsolva a Canva egyik újdonságával, hiszen a gyorsbillentyűk számát gyakorlatilag a képernyőn láthatjátok. Igazából a Canvában az L, a C, az R és a T betű az, ami klasszikus gyors billentyűként használható. Az L betű lenyomásával egy vonalat kapunk, az R betű lenyomásával kapunk egy négyzetet, de természetesen ez bármikor bármilyen méretű téglalappá alakítható. A C betű lenyomásával kapunk ugye egy kört, és ugye a kört is ugyanúgy ellipszissé tudjuk alakítani, illetve ezen kívül még létezik a T betű, aminek a lenyomásával egy szöveget tudunk elhelyezni a vásznunkon. Viszont, ami viszont érdekesség, az a perjel. Ha lenyom a perjelt a vásznon, már is láthatjátok, hogy per varázs. Gyakorlatilag itt lehet látni az összes gyorsbillentyűt, szöveg, vonal, nyíl, kör, négyzet, emoji, téglalap, igazából a négyzet meg a téglalap ez gyakorlatilag egy és ugyanaz, szív, kördiagram, különböző diagramok, grafikák, videók, logók, rácsok, szóval itt bármit tudunk keresni, például most írjunk be azt, hogy szív, akkor már is egy alap szívelemet megkapunk, viszont ha ezt ugyanezt angolul írom be, és lenyomom az Enter-t, akkor a grafikák közül bead nagyon sok, beadja az összes grafikát gyakorlatilag. Mi van akkor, hogyha egy fényképet szeretném megkeresni? Persze továbbra is működik az, hogy itt a keresőbe beírjuk, és akkor rászűkítünk, hogy mit is szeretnénk megkeresni, de most már a per billentyű lenyomásával is ezt egyszerűen elérjük. Elkezdjük begépelni az, hogy fotóz. Rákattintok arra, hogy fotó, és már is a fotó közt egyszerűen tudunk keresni. Hiába magyar a felület a Canvába, a keresőbe továbbra is célszerű angolul rákeresni a dolgokra, mert sokkal jobb eredményeket fogunk kapni. Beírjuk, hogy videók között is ugyanígy tudunk keresni. Ez egy nagyon jó kis funkció, ha gyorsan meg akarunk valamit találni, és nem akarunk az egérrel még följönni, itt akkor keresgélni, utána egyszerre menjünk a perjelet, és már is a megfelelő elemeket ki tudjuk választani. Az emojikra kattintva az összes Canvába lévő emojit, de ugye itt is további keresési lehetőségünk van. Itt vannak a diagramok, csillag, háromszög, hatszög, ötszög, és itt van még a rácsok megnyitása, ami elsőre ugye érdekesnek tűnik, de ha rákattintunk, akkor már is látjátok, hogy ezekre a bizonyos rácsokra gondolt, hogy egyből bejön az összes rács, nem kell idejönnünk az elemekhez, és akkor itt legörgetve innét nyissuk meg. De például nézzük meg, hogy keretek vannak-e. Vannak, viszont nem azok a keretek, amiket ugye mi szeretnénk ugye innét használni, amiket gyakorlatilag mint mockupként tudunk használni. Tehát ezek a keretek egyelőre még nincsenek benne a perjelbe. Viszont, ha most behúztam egy keretet, ebbe el szeretnék helyezni egy darab fotót,
nem grafikát akartam, hanem fotót, akkor ezt úgy kell, hogy először is beírunk, hogy fotó, rákattintok arra, hogy fotók, és akkor itt akarok mondjuk egy embert elhelyezni. Egy emberek. Ezt ide teszem, és egyszerűen elengedem, akkor már is behúzza ugye a keretbe. Szóval ezek lettek volna a Canvában használható gyorsbillentyűk. Az L a vonal, a C a kör, az R a téglalap, a T a szöveg, és a perjel, ami gyakorlatilag a Canvának a varázskeresője. Remélem ezzel tudtam segíteni. A mostani videó ennyi lett volna. Amennyiben tetszett, kérem lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, ne felejtsetek el rányomni a kis csengő ikonra, ha szeretnétek további értesítéseket kapni az új videó, amiről szeretném felhívni a figyelmeteket az Oktas Online weboldalán fent lévő oktatóanyagaimra, ahol a videók mellett a videókhoz tartozó forrásfájlokat is megtaláljátok, illetve olyan videók is felkerülnek oda, amik máshol nem kerülnek publikálásra. És szintén szeretném figyelmetekbe ajánlani a csatornának a Facebook oldalát, aminek a linkje szintén a leírásban szerepel, ahol a videók mellett egyéb érdekességeket is találhattok. Sziasztok!